A kékcápák valamennyi hazai, a debreceniek pedig valamennyi idegenbeli bajnoki meccsüket elveszítették a szezonban, így biztos volt, hogy az egyik sorozat megszakad. A Nyíregyháza kezdett jobban, az első negyed végén 3, fél időben 10 ponttal vezetett a házigazda. A folytatásban sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a Deac, a záró negyednek 17 pontos előnnyel vágott neki Merin Mehmedović együttese. Az utolsó percekben picit kozmetikáztak az eredményen a vendégek, de a nyíregyháziak első hazai győzelme egy percig sem forgott veszélyben. Én szerintem ez első meccs, ahol mi, mondtam, felidonál a srácoknak, ahol mi vagyunk a bátyák, nagy testvér. Mi vezetünk a meccs, mi diktálunk a tempó, tudunk nagyon jó, mit kell játszani, hogy kell játszani. Plusz 4 vagy plusz 14, akkor is fejbe voltunk, nem volt olyan nagy negatív hullám. Az erre dolgoztunk, erre akartunk sokat javítani, és szerintem ma este sikerül. Először szerintem mindenkinek van érzés, lehet, hogy csak nekem nem, hogy a végig, elején végig mi fogunk nyerni. De ez jó érzés, és így kell játszani következő meccseket. A hazaiak csapatkapitánya, Busz Iván 12 ponttal vette ki részét a győzelemről. Fél időben is volt róla szó, amikor már úgy viszonylag megnyitató előnnyel mentünk fel 20 perc után, hogy talán most érződik először, hogy komplett csapat vagyunk, hogy elő-hátul jól játszottunk, hogy a 30 pontot kaptunk, 40-et dobtunk, ez egy szerintem jó teljesítmény. Sajnos a végére leengedtünk, el is fáradtunk, illetve kiestünk is a ritmusból, de mindenképpen biztató jövőre nézve. A forduló további eredményei a következők: Fót Óbudai Kaszások 107-76, BKG Prima Akadémia Mehavc 75-60, TF Budapest Budafok 84-73, Jászberény Cegléd 104-98, Újbuda Mavc Pécsi VSK 83-75 és Salgótarján Vasas Akadémia 51-91. A tabella élén a Vasas áll 12 győzelemmel, megelőzve a 11-1-es mutatóval rendelkező PVSK-t. A 2-10-es mérleggel sereghajtó Nyíregyháza vasárnap a 8. TF Budapest vendége lesz.